Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Szabadpolc legújabb adása. Köszöntöm a mikrofon körül műsorvezető társaimat, Alexet. Sziasztok! Ádámot. Sziasztok! Én pedig Ákos volnék. Ebben az epizódban, ahogyan a címből is kitalálhattátok, Milan Kundera Nevetséges szerelmek című elbeszélés kötetéből a Hamis autóstop című novellát vagy elbeszélést fogjuk kivesézni vagy átbeszélni. Ahogyan már megszokhattátok ebben a novellás ciklusban, mindig aki ajánlja a novellát, azt fel is olvassa így. Ezt a novellát most én ajánlottam, és a következő percekben én fogom felolvasni, úgyhogy jó szórakozás hozzá, és kitartást, mert ez egy viszonylag hosszú szöveg lesz, de hogyha megkímélnétek magatokat ettől, akkor a leírásban fogtok találni egy időkódot, ahol egyből a beszélgetésre tudtok ugrani, hogyha inkább olvasnátok, mint sem hallgatnátok. Szóval jó szórakozást! Milan Kundera, Hamis autóstopp. 1. A benzinmérő mutatója hirtelen csaknem a nullára süllyedt, és a kétüléses személygépkocsi fiatal vezetője megjegyezte, hogy dühítően sokat fogyaszt az autó. Csak ne kelljen megint valahol üres tankkal leállni, mondta a lány, aki 22 éves lehetett, és eszébe jutatta a vezetőnek azt a néhány helyet a haza térképén, ahol ez már előfordult velük. A fiatalember azt felelte, hogy emiatt nem fáj a feje, mert minden, amit vele él át, a kaland varázsát nyújtja neki. A lány nem értett vele egyet. Valahányszor útközben elfogyott a benzinjük, mondta, az mindig csak az ő számára volt kaland, mert a fiatalember elbújt valahova, és ő kénytelen volt hasznosítani csáberejét, lestoppolni egy kocsit, elvitetni magát a legközelebbi benzinkúthoz, aztán leállítani egy másik kocsit, és visszajönni a telikannával. A fiatalember megkérdezte, hogy a sofőrök, akik felvették, annyira kellemetlenek voltak-e, hogy most mint sérelemről kell beszélni a feladatáról. A lány, félszeg kacérsággal, azt válaszolta, hogy néha nagyon is kellemesnek találta őket, de ebből nem sok haszna volt, cipelnie kellett a benzines kannát, és még mielőtt kikezdhetett volna velük, el kellett búcsúznia. Te bestia, mondta a fiatalember. A lány kijelentette, hogy nem ő, hanem a fiatalember a bestia. Isten tudja, hány lány állítja meg az országúton, amikor egyedül ül a kocsiban. A fiatalember, anélkül, hogy lassított volna, átölelte a lány vállát, és könnyedén homlokon csókolta. Tudta, hogy a lány szereti és féltékeny rá. A féltékenység persze csöppet sem kellemes tulajdonság, de ha nem túlozzák el, ha szerénységgel párosul, akkor a kényelmetlenségén kívül van benne valami megható is. Az ifjú legalábbis így gondolta. Mivel csak 28 éves volt, öregnek érezte magát, és azt hitte, hogy már megtudott mindent, amit férfinőről tudhat. A mellette ülő lányban éppen azt becsülte a legtöbbre, amit a nőknél eddig a legkevésbé tapasztalt, a tisztaságát. A mutató már a nullán volt, amikor a fiú jobb oldalt megpillantott egy táblát, amely a szivattyú fekete ábrájával azt hirdette, hogy a benzinkút 500 méternyire van. Alig, hogy a lány kijelentette, hogy nagy kő esett le a szívéről, a fiatalember már is balra jelzett és behajtott a töltőállomás előtti térségre. De nem jutott el a kútig, mert útját egy nagy tankkocsi állta el, s hatalmas bádogtartályból vastag gumicsövön keresztül töltötte a kutat benzinnel. Most aztán várhatunk, mondta a fiatalember is kiszállt a kocsiból. Mikor végeznek? Kiáltott oda egy szerelő ruhás embernek. A egy perc az egész. Felelte a férfi, és az ifjú megjegyezte, ismerem az ilyen perceket. Vissza akart ülni a kocsiba, de észrevette, hogy a másik ajtón a lány szintén kiszállt. Addig én elugrok valahova, mondta. Hova? Kérdezte a fiatalember szándékosan, mert látni akarta, hogy a lány zavarba jön. Már kerek egy éve ismerték egymást, de a lány még mindig szégyenkezni tudott előtte. Ő pedig nagyon szerette szégyenkezése eme pillanatait. Részben, mert megkülönböztették a lányt korábbi nőismerőseitől, részben, mert ismerte az egyetemes mulandóság törvényét, amely a lány szemérmességét is becsessétette számára. 2. A lány valóban nem szerette azokat a perceket, amikor menet közben a fiatalember gyakran órák hosszat megállás nélkül hajtott, meg kellett kérni a barátját, hogy álljon meg valahol az erdő szélén. Mindig mérges volt rá, amikor színlel csodálkozással megkérdezte, miért kell megállnia. A lány tudta, hogy a szégyenkezése nevetséges és régi módi. Munkahelyén sokszor tapasztalta, hogy érzékenysége miatt kinevetik és szándékosan provokálják.
Mindig már előre szégyelte magát, hogy szégyenkezni fog. Gyakran vágyott rá, hogy ugyanolyan szabadon, gondtalanul, szorongás nélkül otthon érezhesse magát a testében, mint a legtöbb nő körülötte. Külön meggyőző nevelő módszert is kigondolt. Azt ismételgette magában, hogy születésekor minden ember kap egyet a sok millió előre elkészített testből, mintha valami irdatlan nagy szállodában a sok millió szoba közül kiutalnának neki egyet. Hogy tehát a test véletlenszerű és személytelen dolog. Kikölcsönzött konfekciós darab. Ezt ismételgette magában különböző változatokban, de soha se tudott e szerint érezni. A test és a lélek dualizmusa idegen volt neki. Túlságosan egybefort testével, amelyet ezért mindig szorongva érzékelt. Ilyen szorongóan viselkedett a fiatalemberrel szemben is, akit egy évvel ezelőtt ismert meg, és talán éppen ezért volt boldog mellette, mert a férfi soha se választott el a testét a lelkétől, úgyhogy a maga egész mi voltában élhetett vele. Ebben a megosztatlanságban boldogság volt, csak hogy a boldogság mögött mindig ott leselkedik a gyanú, és ő tele volt gyanakvással. Gyakran eszébe ötlött, hogy más nők, az aggálytalanok, vonzóbbak és csábítóbbak, és a fiatalember, aki nem titkolta, hogy jól ismeri ezt a típust, egyszer majd egy ilyen nő miatt elhagyja őt. A fiú ugyanazt hangoztatta, hogy egész életére elege van ebből a fajtából, de ő tudta róla, hogy még mindig sokkal fiatalabb, mint amilyennek hiszi magát. Azt akarta, hogy a férfi egészen az övé legyen, ő pedig egészen a férfié, de gyakran úgy érezte, hogy minél jobban igyekszik mindent odaadni neki, annál inkább megtakadt tőle valamit. Azt, amit a sekélyes és felszínes szerelem, a flört ad a férfiaknak. Kínoszta a gondolat, hogy csak komoly tud lenni, könnyed nem. De most nem gyötrődött, és nem gondolt semmi ilyesmire. Jól érezte magát. Ma volt a közös szabadságuk első napja, s egy év óta minden vágya erre a két heti szabadságra összpontosult. Az ég kéken ragyogott, egész éven át rettegve gondolt arra, hogy esetleg nem lesz kék, és a fiatalember ott volt mellette. A hova után elvörösödött, és szó nélkül elszaladt az autó mellől. Megkerülte a benzinkutat, amely mezőkkel övezve magányosan állt az országút szélén, mintegy 100 méternyire, útjuk irányában, erdőzöldelt. Oda tartott, majd eltűnt egy bokrocska mögött, s a lelkét derű töltötte be, mert a szeretett férfi jelenlétéből fakadó örömet is magányban lehet a legjobban átérezni. Ha a jelenléte megszakítatlan lenne, akkor voltaképpen csak folytonos múlásában lenne jelen. Feltartóztatni csak a magány perceiben lehet. Azután kijött az erdőből az országútra, ahonnan látni lehetett a töltőállomást. A tartálykocsi már indulóban volt, a személyautó a benzinkút piros tornyocskája felé araszolt. A lány elindult az országúton, időnként hátra-hátra nézve nem jön-e már mögötte a kocsi. Azután meglátta, megállt és integetni kezdett neki, mint a stopposok az idegen autóknak. A kocsi fékezett, és szorosan mellette megállt. A fiatalember az ablakhoz hajolt, letekerte, elmosolyodott, és megkérdezte. Hova tetszik, kisasszony? A lány kacéran rámosolygott, és kérdéssel válaszolt. Véletlenül nem Beszterce bányára tart? Tessék, szálljon be! Nyitotta ki a fiatalember az ajtót. A lány beült, és a kocsi elindult. 3. A fiatalember mindig örült, ha a lány vidám volt, de ez nem túl gyakran fordult elő. Eléggé megerőltető munkát végzett barátságtalan környezetben, sokat túlórázott, csúsztatás nélkül, otthon beteg édesanyja várta, sokszor volt fáradt, nem dicsekedhetett sem erős idegzettel, sem túlzott önbizalommal, könnyen átengedte magát a szorongásnak és a félelemnek. A fiatalember ezért gyöngéd, atyai gonddal örködött vidámsága minden megnyilvánulása fölött. Most rámosolygott, és azt mondta. Ma szerencsém van. 5 éve vezetek, de ilyen szép stoppost még sohasem sikerült felvennem. A lány hálás volt a fiatalember minden bókjáért, és még egy kicsit sütkérezni szeretett volna melegében, ezért így szólt. Hazudni aztán jól tud. Hazugnak néz. Olyannak nézem, aki szeret hazudni a nőknek. Mondta a lány, és szavaiba önkéntelenül belopózott valami a régi aggodalmából, mert valóban hitte, hogy a fiatalember szeret hazudni a nőknek. A fiatalember sokszor bosszantotta a lány féltékenysége, de most könnyen túltette magát rajta, hiszen ez a mondat nem neki szólt, hanem az ismeretlen sofőrnek. Így hát csak feltette a szokásos banális kérdést, és ez zavarja magát?
Ha az udvarlom lenne, akkor zavarna, mondta a lány, és ez finom pedagógiai üzenet volt a fiatalember címére, de a mondat vége már csak az idegen sofőrnek szólt. Magát nem ismerem, úgyhogy nem zavar. A feleséget mindig sokkal több dolog zavarja a férjében, mint egy idegen emberben. Ez viszont a lánynak szóló finom pedagógiai üzenet volt. De mi nem tartozunk össze, úgyhogy egész jól megérthetnénk egymást. A lány szándékosan elértette a pedagógiai célzást, és ezért most kizárólag csak az ismeretlen gépkocsi vezetőhöz fordult. Mit érnék vele, hiszen nem sokára úgyis elválnak útjaink. Miért? Kérdezte a fiatalember. Mert én Besztercebányán kiszállok. Hát, ha én is kiszállok magával? E szavak után a lány ránézett a fiatalemberre, és meglátta, hogy most pontosan olyan, amilyennek a féltékenység leggyötrőbb óráiban látja. Rémülten figyelte, milyen behízelgőn flörtöl vele. A vadidegen autóstoppossal, és hogy ez milyen jól áll neki. Ezért dacos kihívással vágott vissza. Ugyan mit kezdene velem maga? Nem sokat gondolkodnék rajta, hogy mit kezdjek egy ilyen szép nővel, mondta a férfi udvariasan, és akkor megint sokkal inkább a kedveséhez beszélt, mint az autóstoppos lányhoz. De a lány úgy érezte, mintha ebben a bókban tetten érte volna a fiatal embert, mintha valami ravasz trükkel vallomást csalt volna ki belőle, hirtelen heves gyűlölet lobbant fel benne iránta, és megkérdezte. Nem táplál túlzott reményeket? A fiú ránézett, és úgy látta, hogy Durcás arca csupa görcs. Megsajnálta, s vágyódni kezdett ismerős, megszokott tekintete után, amelyről azt szokta mondani, hogy a gyermeki és egyszerű. Odahajolt hozzá, átölelte a vállát, és halkan kimondta azt a nevet, ahogy szólítani szokta, és amellyel most véget akart vetni a játéknak. De a lány kibontakozott az ölelésből, és azt mondta, ajtós túront a házba. Az elutasított fiatalember így szólt. Bocsánat, kisasszony, és szótlanul maga elé meredve az országutat figyelte. 4. De a fájó féltékenység épp oly gyorsan elpárolgott a lányból, mint ahogy megrohanta. Helyén volt az esze, és jól tudta, hogy az egész csak játék. Sőt, most azt is kicsit nevetségesnek érezte, hogy féltékeny haragból eltolta magától a fiatalembert. Nem örült volna neki, ha ezt a férfi észrevette volna. Szerencsére megadatott neki az a csodálatos képesség, hogy utólag meg tudta változtatni tettei értelmét, tehát kihasználta ezt az adottságát, és úgy döntött, hogy nem haragból hálította el a fiatalember ölelését, hanem azért, hogy folytathassa a játékot, amely a szeszélyességével olyan jól illik szabadságuk első napjához. Tehát ismét az autóstoppossal utazó lány lett, aki épp az imént csak azért szerelte le a tolakodó sofőrt, hogy lelassítsa és még ingerlőbbé tegye az ostromlást. A fiúhoz fordult és enyelegve mondta. Nem akartam megsérteni, uram. Bocsásson meg, többé nem nyúlok magához, mondta a fiú. Haragudott a lányra, hogy nem fogadott szót neki és nem akart önmaga lenni, holott ő erre vágyott. Mivel tehát a lány továbbra is ragaszkodott az állarcához, a férfi átvitte haragját alkalmi útitárs nőjére, akit a lány alakított, és így egyszerre csak felfedezte szerepe igazi jellegét. Abba hagyta a gáláns szép tevést, amellyel hízelegni akart a lánynak, és kemény férfit kezdett alakítani, aki inkább férfiasságának nyersebb vonásait, akaraterejét, szarkazmusát, öntudatát mutatja a nőknek. Ez a szerep éles ellentétben állt a féltő figyelmességgel, amelyet a fiatal ember a lány iránt tanúsított. Mielőtt megismerkedett vele, csak ugyaninkább nyers volt a nőkhöz, mint gyengéd, de soha se hasonlított a démonikusan kemény férfiakhoz, mert nem volt sem különösebben erős akaratú, sem kíméletlen. De éppen azért, mert nem hasonlított hozzájuk, régebben annál jobban vágyott erre a hasonlatosságra. Vágya bizonyára eléggé naív volt, de hiába. A gyermetek vágyak ellenállnak a felnőtt szellem összes cselvetésének, és gyakran késő öregkorig tovább élnek az emberben. És a gyermetek vágy most felhasználta az alkalmat, hogy gyorsan testet öltsön a kínálkozó szerepben. A lánynak kapóra jött a fiatalember gúnyos kimértsége, megszabadította önmagától, mert ő maga volt a féltékenység, de attól a perctől kezdve, hogy nem a lovagias csábító, hanem egy megközelíthetetlen férfi ült mellette, féltékenysége csillapult, megfeledkezhetett önmagáról, és átadta magát a szerepének. Szerepének?
Mifélének? Ponyvába illő szerep volt ez. Autóstoppal utazó lány, aki nem azért intett le egy kocsit, hogy eljusson vele valahova, hanem hogy elcsábítsa a benne ülő férfit. Minden hájjal megkent, csábos bestia, aki kitűnően tudja hasznosítani bájait. A lány olyan könnyedén siklott bele ebbe a butácska regény alakba, hogy ez a könnyedség őt magát is meglepte és elbűvölte. Így hát együtt utaztak, az idegen autós és az idegen stoppos lány. 5. A fiatalember életéből semmi se hiányzott jobban, mint a gondtalanság. Életútja kíméletlen szigorral volt megszabva, munkaideje nem korlátozódott napi 8 órára, hanem a gyűlésezés kötelező unalmával és az otthoni tanulással átszivárgott a nap hátralévő részébe is, és számtalan kollégája és kolléganője figyelmének köszönhetően beszüremlett szánalmasan rövid időre korlátozott magánéletébe is, amely sohasem maradt titokban, sőt már több ízben pletyka és nyilvános felelősségre vonás tárgyául is szolgált. Még a 2 hetes szabadság sem adta meg neki a kötetlenség és a kaland boldog érzését, a szigorú tervezés szürke árnyéka rávetült erre a pihenőidőre is. A nyári beutalóinség arra késztette, hogy már egy fél évvel ezelőtt szobát foglaljon a Tátrában, amihez szüksége volt az üzemi tanács ajánlására, úgyhogy vállalatának mindenütt jelenlévő lelke egy pillanatra sem szűnt meg tudni róla. Mindebbe már beletörődött, de időnként mégis megrohanta egy rémkép, egy országút, amelyen mindenki szeme láttára űzik, s neki nem szabad letérnie róla. Ez a rémkép most is felmerült benne, s a képzelt országút valami furcsa rövid zárlat következtében azzal a valóságos országúttal azonosult, amelyen most haladt, és ettől hirtelen eszeveszett ötlete támadt. Mit mondod, hova akar menni? Kérdezte a lánytól. Beszterce bányára, felelte a lány. És mit fogod csinálni? Találkám van valakivel. Kivel? Egy úrral. A kocsi egy nagy útelágazáshoz közeledett. A sofőr lassított, hogy elolvashassa az irányjelző táblák feliratait, azután jobbra kanyarodott. És mi történne, ha nem érkezik meg a találkára? Az a maga lelkén száradna, úgyhogy kénytelen lenne gondoskodni rólam. Bizonyára nem vette észre, hogy elkanyarodtam Érsekújvár felé. Igazán? Maga megőrült. Ne féljen, gondoskodom magáról, mondta a fiatalember. A játék egy csapásra magasabb szintre emelkedett. A kocsi nem csak a képzelt besztercebányai céltól távolodott, hanem az igazi céltól is, amely felé reggel elindultak. A Tátrától és a lefoglalt szobától. A megjátszott élet hirtelen hátba támadta a valódit. A fiatalember távolodott önmagától és szigorú életútjától, amelyről eddig sohasem tért le. De hiszen azt mondta, hogy az alacsony Tátrába megy. Csodálkozott a lány. Oda megyek, kisasszony, ahova kedvem tartja. Szabad ember vagyok. Azt csinálom, amit akarok, és ami jól esik. 6. Mire Érsekújvárra értek, már sötétedett. A fiatalember még sohasem járt itt, és eltartott egy ideig, amíg tájékozódni tudott. Többször megállt, hogy megkérdezze a járókerőket, merre van a szálloda. Több utca föl volt turva, úgyhogy bár a szálloda, a megkérdezettek egybehangzó állítása szerint, egészen közel volt, annyi varga betűt kellett leírniuk, és annyi kerülőt tenniük, hogy csak nem egy negyed órába telt, amíg végre megálltak előtte. Nem volt túl bizalomgerjesztő, de más szálloda nem volt a városban, és a fiatalember már megelégelte a vezetést. Azt mondta a lánynak, várjon, és kiszállt az autóból. Mihelyt kilépett, természetesen ismét visszavedlett önmagává, és bosszantotta, hogy estére egészen más helyre vetődött, mint ahogy tervezte, és annál bosszantóbb volt, mert senki se kényszerítette rá, és tulajdonképpen ő maga sem akarta. Szitta magát hóbortosságáért, de aztán legyintett. A tátrai szobát ráérnek elfoglalni holnap is, és nem árthat, ha a szabadságuk első napját előre nem látott módon ünnepelik meg. Végigment a füstös, zsúfolt, zajos éttermen, és megkérdezte, hol van a recepció. Hátra küldték a lépcsőházba, ahol egy üvegezett ajtó mögött egy öregedő szőkenő ült egy kulcsokkal teleaggatott tábla alatt. A fiatalember nagy nehezen megkapta az egyetlen üres szoba kulcsát. A lány, amikor egyedül maradt, szintén levetette magáról szerepét, de őt nem bosszantotta, hogy váratlanul ebben a városban találta magát.
Olyan módon szerette a fiatalembert, hogy soha se kételkedett cselekedetei helyességében, és nyugodtan bízta rá életének vele töltött óráit. De most újra felötlött benne, hogy akárcsak most ő, talán ugyanígy várnak a férfi kocsijában más nők is, akikkel szolgálati útjai során találkozik. Csak hogy ez az elképzelés ezúttal furcsa mód nem fájt neki. Elmosolyodva ébredt tudatára, milyen szép is az, hogy a kocsiban ülő idegennő most ő maga. Hogy ő most idegen, felelőtlen, könnyűvérű nő, egyike azoknak, akikre annyira féltékeny volt. Úgy érezte, hogy ezzel mindannyiukon kifogott, hogy rájött, miképpen kell megkaparintania a fegyvereiket, miképpen tudná azt nyújtani a fiatalembernek, amit eddig nem tudott. Könnyedséget, szemérmetlenséget, fesztelenséget. Különös megelégedéssel töltötte el, hogy ő egymagában képes betölteni minden nő szerepét, és így ő, egyes egyedül, teljes mértékben lekötheti és bekebelezheti kedvesét. A fiatalember kinyitotta a kocsi ajtaját, és bevezette a lányt az étterembe. A zajos, piszkos, füstös helyiség sarkában felfedezte az egyetlen szabad asztalt. 7. Na lássuk, hogy fog most gondoskodni rólam, mondta a lány kihívóan. Milyen aperitifet szeret? A lány nem igen ivott alkoholt, legfeljebb bort és a vermut ízlet még neki, most azonban szándékosan így szólt. Vodkát. Nagyszerű, mondta a fiatalember. Remélem nem csibbe tőle. És ha mégis, mondta a lány. A fiatalember nem válaszolt. Oda hívta a pincért, 2 vodkát rendelt, és a vacsorára beefsteaket. Néhány perc múlva a pincér kis tálcán eléjük tette a 2 kupicát. A fiatalember fölemelte az egyiket. Egészségére, mondta. Ennél elmése pohárköszöntő nem jut eszébe? A lány játékában volt valami, ami a férfit egyre jobban ingerelte, most, hogy szemtől szemben ült vele. Ráébredt, hogy nem csak a szavai teszik őt idegenné, hanem hogy teljes egészében megváltozott. Mások a gesztusai, más a mimikája, és az ízléstelenségig híven emlékeztet arra a nőtípusra, amelyet olyan jól ismert, s amely iránt méla undort érzett. Így hát, még mindig kissé felemelt kezében tartva a kupicát, módosította a köszöntőt. Helyes, akkor hát nem a maga egészségére ürítem poharam, hanem a fajtájéra, amelyben oly sikeresen keveredik az állat jobbik és az ember rosszabbik fele. Ez alatt a fajta alatt az összes nőt érti? Kérdezte a lány. Nem, csak azokat, akik olyanok, mint maga. Akkor nem találom nagyon szellemesnek a nő és az állat összehasonlítását. Rendben van, mondta a fiatalember, még mindig kezében tartva a fölemelt poharat, tehát nem a fajtájára, hanem a lelkére üdítem a poharam. Ezzel egyetért? A lelkére, amely kigyullad, amikor a fejéből leereszkedik a hasába, de kialszik, amikor ismét felszáll a fejébe. A lány is felemelte a poharát. Jól van, akkor hát a lelkemre, amelyik leereszkedik a hasamba. Még egyszer helyesbítek, mondta a fiatalember, inkább a hasára, amelybe leereszkedik a lelke. A hasamra, mondta a lány, és a hasán most, hogy magyarán megnevezték, minden milliméternyi bőr megfeszült, mint a hívásra felelne. Azután a pincér kihozta a beefsteket, és a fiatalember újabb vodkát rendelt szódával. Ezúttal a lány keblére ittak, és a párbeszéd a megkezdett, furcsa, frivol hangnemben folytatódott. A férfit egyre jobban bántotta, hogy a lány milyen jól tudja adni a ledérnőt. Ha ezt ilyen jól tudja, gondolta, akkor igazán az is. Nem költözhetett bele idegen lélek csak úgy a levegőből, amit itt megjátszik, az ő maga. Talán lényének az a része, amelyet máskor lakat alatt tart. És amelyet most a játék ürügyén kieresztett ketrecéből. A lány talán azt hiszi, hogy játékával megtagadja önmagát, de vajon nem éppen fordítva áll le a dolog? Nem éppen a játékban válik önmagává? Nem általa szabadul-e föl? Nem. Vele szemben nem a kedvese testében bújt idegen nő ül, hanem csupán a kedvese. Ő maga és senki más. Nézte és növekvő ellenszenvet érzett iránta. De amit érzett, nem csak ellenszem volt. Minél jobban távolodott tőle a lány lelke,
annál jobban vágyott a testére. A lelki idegenség különlegessé tette a lány testét, sőt tulajdonképpen csak ez avatta testé, mintha a férfi számára ez a test eddig csak a részvét, a gyöngétség, a gondoskodás és a szeretet és a meghatottság felhőibe burkolva létezett volna. Mintha elvesztette volna ezekben a felhőkben. Igen, mintha a test elveszett volna. A fiatalember úgy érezte, hogy ma látja először a lány testét. A harmadik szódás vodka után a lány felemelkedett a székről, és kacéran ennyit mondott. Pardon. Szabad megkérdeznem, hova megy, kisasszony? Kérdezte a fiatalember. Pisilni, ha megengedi, mondta a lány, és az asztalok között elindult hátrafelé, a plüssfüggöny irányába. 8. Örült, hogy ennyire meghökkentette a férfit ezzel a szóval, amelyet, bár igazán ártatlan szócska volt, eddig sohasem hallott tőle. Úgy érezte, hogy semmivel sem tudja érzékeltetni a megjátszott nőtípust, mint az említett szó kacér kihangsúlyozásával. Igen, elégedett volt. Jobb kedve már nem is lehetett volna. A játék magával ragadta. Olyan érzéseket ébresztett benne, amilyeneket eddig nem ismert. Például a gondtalan felelőtlenség érzését. Ő, aki mindig előre félt minden lépéstől, hirtelen tökéletesen felszabadultnak érezte magát. Az idegen életben, amelybe belecsöppent, nem volt szégyenkezés, nem voltak életrajzi determinációk, nem volt sem múlt, sem jövő, sem kötelezettségek. Múlt felett kötetlen élet volt. Egy autóstoppos lánynak mindent szabad. Minden megvan neki engedve. Akármit mondhat, akármit tehet, akármit érezhet. Végig haladt a helyiségen, és tudta, hogy minden asztal mellől őt figyelik. Megint egy új, eddig ismeretlen érzés, a test keltette illetlen öröm. Eddig belülről sohasem tudott megszabadulni attól a 14 éves lánytól, aki szégyenkezik a melle miatt, és kínosan szemérmetlennek érzi, hogy szemmel láthatóan domborodik. Jól lehet büszke volt rá, hogy szép arca és jó alakja van, büszkeségét mindig erős szégyenérzet tompította. Jól sejtette, hogy a női szépség mindenek előtt a szexuális kihívás szerepét tölti be, és ezt kellemetlenül hatott rá. Arra vágyott, hogy a teste csupán a szeretett férfit vonzza. Amikor az utcán a férfiak a mellét nézték, úgy érezte, hogy ezzel feldúlják magánéletének azt a legrejtettebb zugát is, amely csak az övé és a kedveséjé. De most csak egy autóstoppos volt. Sors nélküli lány, megfosztva szerelmének gyöngét bilincsétől, intenzíven tudatára ébredt a testének, amelyet annál ingerlőbben érzékelt, minél idegenebbek voltak a bámuló szemek. Már elhaladt az utolsó asztal előtt, amikor egy kapatos férfi, nyilván nagyvilági mi voltát óhajtva fitogtatni, franciául odaszólt neki. Combien, mademoiselle? A lány megértette, kihúzta magát, és kielvezve csípőjének minden mozdulatát eltűnt a függöny mögött. Furcsa játék volt ez az egész. Furcsasága például abban nyilvánult meg, hogy bár a fiatalember kitűnően beleélte magát az ismeretlen gépkocsi vezető szerepébe, az autóstoppos lányban változatlanul a kedvesét látta. És éppen ez volt a gyötrő. A kedvese egy idegen férfit akar elcsábítani, és ő abban a keserű kiváltságban részesül, hogy ennek tanúja lehet, hogy közelről láthatja milyen, mit mond, miközben megcsalja. Megcsalta és meg fogja csalni. Megadott neki az a paradox szerencse, hogy ő maga lehet az, akivel a lány hűtlen hozzá. Ez annál fájdalmasabb volt, mert amit a lány iránt érzett, az sokkal inkább rajongás volt, mint szerelem. Mindig azt hitte, hogy kedvesének lénye csak a hűség és a tisztaság határain belül valóságos, és hogy e határokon kívül egyszerűen nem létezik, hogy e határokon túl megszűnne önmaga lenni, mint ahogyan a forrásponton túl a víz sem víz többé. Most pedig, amikor látta, milyen természetes eleganciával lépi át ezt a félelmetes határvonalat, harag töltötte el. A lány visszajött a vécéről és panaszkodott. Egy alakot azt mondta nekem, Combien, mademoiselle. Ne csodálkozzon, mondta a fiatalember, hiszen úgy néz ki, mint egy szajha. Elhiszi, hogy ez egy csöppet sem zavar? El kellett volna menni azzal az úrral. De hisz itt van maga. Megteheti utánam, beszélje meg vele. Nem tetszik nekem, de elvben nincs kifogása ellene, hogy egy éjszaka több férfival legyen együtt. Miért volna? Ha jóképűek?
Hogy szereti jobban? Egymás után vagy egyszerre? Így is, úgy is, mondta a lány. A beszélgetés egyre nagyobb otrombasságokba torkolt, ami a lányt enyhén sokkolta, de nem tiltakozhatott. A játék is korlátozza az ember szabadságát, a játék is csapdát állít a játékosnak. Ha ez nem játék lenne, hanem valóban két idegen ember ülne itt egymással szemben, az autóstoppos lány már régen megsértődhetett és elmehetett volna. De a játékból nincs menekvés. A csapat nem futamodhat meg a pályáról a játék vége előtt. A sakkfigurák nem szökhetnek meg a tábláról. A pálya határai áthághatatlanok. A lány tudta, hogy a játékot bármilyen formában el kell fogadnia, éppen azért, mert játék. Tudta, hogy minél szélsőségesebb lesz a játék, annál inkább játék lesz, és neki annál engedelmesebben kell játszania. Hiába hívná segítségül az eszét, hiába figyelmeztetné hóbortos lelkét, hogy maradjon tisztes távolságban a játéktól, hogy ne vegye komolyan. Mivel csak játék volt az egész, a lelke nem félt tőle, nem védekezett ellene, hanem mint egy narkotikus kábulatban átadta magát neki. A fiatalember hívta a pincért és fizetett, azután felállt és odaszólt a lánynak. Mehetünk. Hova? Kérdezte a lány meglepetés színlelve. Ne kíváncsiskodj, hanem igyekezz, mondta a férfi. Hogy beszél velem? Mint egy ringyóval, mondta. 10. Fölfelé haladtak a rosszul megvilágított lépcsőházban. Az első emelet alatti fordulóban egy ittas férfi csoport állt a vécé előtt. A fiatalember hátulról átkarolta a lányt, úgy, hogy tenyere a mellére tapadt. A vécénél ácsolgó férfiak látták ezt, és kiáltozni kezdtek. A lány ki akarta magát tépni a férfi karjaiból, de az ráförmett. Nyughas! A férfiak otromba szolidaritással nyugtázták a fiatalember parancsát, és néhány trágár tanáccsal látták el a lányt. Felértek az első emeletre, és a fiatalember kinyitotta a szoba ajtaját. Villany gyújtott. A keskeny szobában két ágy, asztal, szék és mosdó volt. A fiatalember kulcsra zárta az ajtót, és a lány felé fordult, aki dacos pózban állt a helyén, és szemében durva érzékiség fénylett. A fiatalember kíváncsian nézte, és a buja arc kifejezés mögött megpróbálta felfedezni az ismerős, gyengéden szeretett vonásokat. Olyan volt, mintha egy látcsőben két képet látna, két egymásra helyezett és egymáson átderengő képet. És ez a két áttetsző kép azt jelezte neki, hogy a lányban minden megvan, hogy a lelke rettenetesen amorf, hogy belefér a hűség is és a hűtlenség is, az árulás is és az ártatlanság is, a kacérság is és a szemérmetesség is. Ezt a vadkeveréket olyan undorítónak érezte, mint a szemétdomb tarkaságát. A két kép szüntelenül keresztül derengett egymáson, és a fiatalember ráeszmélt, hogy a lány csak a felszínen ütel a többi nőtől, de mélyen belül éppen olyan, mint azok. Csordultig mindenféle gondolattal, érzéssel, bűnös szenvedéllyel, s mindez igazolja az ő titkos kételyeit és féltékenységét, hogy a lány egyéniségét meghatározó kontúrok látszata csak káprázat, amely lenyűgözi a másikat, a nézőt, őt. Úgy érezte, hogy a lány úgy, ahogy szerette, csak az ő vágyának, az ő absztrakciójának, az ő bizalmának volt a szüleménye. És hogy az igazi lány most itt áll előtte, és reménytelenül idegen, reménytelenül más, reménytelenül sok értelmű. Gyűlölte. Mire vársz? Vetkőzz le! Mondta. A lány kacéran félrehajtotta a fejét, és megkérdezte. Muszáj? A hang nem, ahogy ezt mondta, nagyon ismerősnek tetszett. Úgy érezte, hogy ezt valamikor réges-régen egy másik nő is ugyanígy kérdezte tőle, csak hogy már nem tudta, melyik volt az. Szerette volna megalázni a lányt, nem az autóstoppos lányt, hanem a kedvesét. A játék egybeolvadt az élettel, az autóstoppos lány megalázására kigondolt játék csupán ürüggyé vált a lány megalázására. A fiatalember elfelejtette, hogy játszik, egyszerűen gyűlölte az előtte álló nőt, mereven nézett rá, és egy 50 koronást vett elő a pénztárcájából. Oda nyújtotta a lánynak. Elég lesz? A lány elvette a pénzt, és azt mondta. Nem becsül valami sokra. Nem érsz többet? Mondta a fiatalember. A lány hozzásimult. Ne légy velem ilyen. Velem egy kicsit másképpen kell bánnod. Egy kicsit igyekezned kell.
Megpróbálta átölelni a férfit, és száját szájához emelte. A férfi az ajkára szorította az ujjait, és finoman eltolta magától. Azt mondta, csak azokkal a nőkkel csókolózom, akiket szeretek. Engem nem szeretsz? Nem. Hát kit szeretsz? Mi közöd van hozzá? Vetkőzz! 11. Soha se vetkőzött így. A félénkség, a belső pánik, a nyugtalanság, mindaz, amit mindig érzett, valahányszor a fiatalember előtt vetkőzött, és nem tudott a sötétség leplébe burkolózni, oda volt. Most önérzetesen állt előtte, szemtelenül, villanyfényben, és meglepődve tűnődve azon, hol fedezte fel hirtelen a lassú, ingerlő vetkőzés eddig ismeretlen mozdulatait. Észlelte a férfi pillantásait, évődő mosollyal sorra vetette le ruhadarabjait, és élvezte a lemesztelenedés egymást követő szakaszait. Aztán egyszerre csak egészen pőrén állt a fiatalember előtt, és ebben a percben átvillant az agyán, hogy ezen a ponton most már minden játék véget ér, hogy az utolsó ruhadarabbal együtt levetette a színlelést is, és most mesztelen, ami azt jelenti, hogy ismét önmaga lett, és a fiatalembernek most oda kell lépnie hozzá, és egy mozdulatot tennie, amellyel eltöröl mindent, és amely után már csak a legintímebb szeretkezésük következik. Tehát ott állt mesztelenül a férfi előtt, és ebben a percben megszűnt játszani. Zavarba jött, arcán mosoly jelent meg. Félénk, zavart mosoly, amely már valóban csak az övé volt. Csak hogy a fiatalember nem lépett oda hozzá, és nem törölte el a játékot. Nem vette észre a meghitten ismerős mosolyt, csak a gyűlölt kedvesének idegen szép testét látta. A gyűlölet minden érzelmi réteget lemosott érzékiségéről. A lány közeledni akart hozzá, de ő megállította. Maradj ott, ahol vagy, jól meg akarlak nézni magamnak. Most csak arra vágyott, hogy úgy bánhasson vele, mint egy fizetett utcalánnyal. Csak hogy sohasem volt még dolga fizetett utcalánnyal, s elképzeléseit csak az irodalomból és mások elbeszéléséből meríthette. Az elképzeléseihez fordult tehát, és az első kép, amely felvillant benne, egy nő volt, fekete alsóneműben és fekete harisnyában, amint egy zongora fényes lapján táncol. A hotelszobában nem volt zongora, csak egy lenabrosszal letakart, nem túl nagy asztal a falnál. Megparancsolta a lánynak, hogy másszon fel rá. A lány könyörgő mozdulatot tett, de ő azt mondta, megfizettelek. Amikor a lány látta a fiatalember szemében vibráló, könyörtelen megszállottságot, igyekezett folytatni a játékot. Jól lehet már nem volt hozzá se ereje, se kedve. Könnyes szemmel felmászott az asztalra. Az asztal lapja alig egyszer egy méter volt, és egyik lába valamivel rövidebb a többinél. A lány nagyon bizonytalanul állt rajta. De a fiatalember meg volt elégedve a magasba nyúló mesztelen lányalakkal, amelynek szégyenkező bizonytalansága csak felkorbácsolta a parancsoló kedvét. Látni akarta ezt a testet minden helyzetben és minden oldalról, úgy, ahogy elképzelése szerint más férfiak is látták és fogják látni. Goromba volt és trágár, olyan szavakat mondott, amilyeneket a lány sohasem hallott tőle. A lány már-már fellázadt, meg akart futamodni a játék elől, nevén szólította a férfit, de az rákiáltott, hogy nincs joga ilyen bizalmas megszólításra. Így végül zavartan és befelé könnyezve engedelmeskedett, előrehajolt és legugolt a férfi kívánsága szerint, szalutált, majd a csípőjét riszálva twistet járt, aztán egy hevesen mozdulatra kicsúszott lába alul a terítő, és a lány majdnem leesett az asztalról. A fiú elkapta és az ágyra dobta. Egyesült vele. A lány megörült, hogy most legalább végre befejeződik a szerencsétlen játék, és ők megint önmaguk lesznek. Olyanok, amilyenek voltak, és amilyennek szerették egymást. Szájával a férfi szájára akart tapadni, de az eltolta magától a fejét, és megismételte, hogy csak azokat a nőket csókolja, akiket szeret. A lány hangosan sírva fakadt. De még a sírás sem adatott meg neki, mert a fiatalember tomboló szenvedélye lassacskán hatalmába kerítette a testét, amely aztán elhallgattatta lelkezokogását. Az ágyon hamarosan két tökéletesen egybefort, érzéki és egymásnak idegen test feküdt. Bekövetkezett az, amitől a lány egész életében a legjobban rettegett, és amit kínosan igyekezett kikerülni. Az érzelem, a szerelem nélküli szeretkezés.
Tudta, hogy átlépte a tiltott határt, de most már ellenkezés nélkül és teljes odaadással mozgott a határon túl. Csak valahol messze, tudatának egy zugában borzadott attól, hogy sohasem érzett ilyen gyönyört és ennyi gyönyört, mint éppen most ezen a határon túl. 12. Aztán mindennek vége szakadt. A fiatalember fölemelkedett a lány testéről, és az ágy fölött függő zsinór után nyúlt. Eloltotta a villanyt. Nem akarta látni a lány arcát. Tudta, hogy a játék véget ért, de nem akaródzott visszatérni a kettejük megszokott kapcsolatához. Féltettől a visszatéréstől. Feküdt a sötétben a lány mellett úgy, hogy a testük ne érjen össze. Kisvártatva halk szepegést hallott. A lány keze félénken, gyermekien megérintette az övét. Hozzáért, visszahúzódott, majd megint hozzáért. És aztán könyörgő, elcsukló hangon a bizalmas percekben használt nevén szólongatta, és szüntelenül ezt hajtogatta. Én vagyok. Én vagyok. A fiatalember hallgatott, meg sem mozdult, és arra gondolt, milyen szomorúan tartalmatlan a lány állítása, amelyben az ismeretlent ugyanaz az ismeretlen határozza meg. De a lány most már nem szepegve, hanem hangosan zokogva ismételgette unos-untalan ezt a megható tautológiát. Én vagyok. Én vagyok. Én vagyok. A fiatalember segítségül hívta a részvétet. Messziről kellett hívnia, mert a közelben nem volt sehol sem. Hogy elcsitítsa a lányt. Még 13 nap volt hátra a szabadságukból. Most, hogy már hát végére értünk a, nem is tudom, kedves párunknak a autóstoppos utazásunknak, vagy a szabadságuk első napját így megszemlélhettük, így azt kérdezném tőletek, hogy nektek mi emelkedett ki így ebből a történetből, mik voltak azok a motivumok, amik így megszólítottak titeket? Hát brutális. Az jutott elsőnek eszembe, hogy amúgy ez egy ilyen, ez egy toposz az irodalomban, ez a játszunk el valamit, és akkor igaz, vagy főleg a 20. században szerintem található sok ilyen mű. Én, amit ismerek még ilyen a Dürrenmattnak, nem tudom, olvastátok-e a bírók, vagy valami ilyesmi. Az a lényege, hogy van három bíró egy ilyen kis víkendházban, és egyszer csak betér oda valaki, aki lerobbant a közelben. Ez Dürrenmatt? Akkor ez Dürrenmatt, és eljátszák, hogy mi lenne, hogyha most akkor eljátszanánk egy ilyen bírósági tárgyalást, mert hogy mindegyikük már öreg és rég bíráskodott, és hát elítélik a geciből az embert, és nem mondom, hogy ennek jó vége lesz. Igen. Egy másik, ami eszembe jutott, de annak nem tudom már pontosan, hogy miben volt ilyen szerepjáték, de a Roald Dahlnak vannak hasonló novellái, amikben így valaki eljátsza a nagymenőt, és aztán hát nem pont az, aminek így látszik, de hogy a szerepjáték a magában imád hozzá ezt a dolgot. És hát nekem ezek jutottak első eszembe, és itt is azt éreztem, hogy így ha játszol egy szerepet, az igazából mennyire rohadtul meghatároz, és hogy kicsit visszakötve a Shirley Jacksonhoz is, hogy így ott is végül is egy szociális szerepet játszunk, az akkor mennyire eluralkodik rajtunk, és hogy ez igazából valahol félelmetes, meg kicsit hozza ezt a Zimbardo, amit már ezerszer ugye börtönös kísérlet, ami azért el van már kárhoztatva, de hogy mégis azért, hogyha az ember elkezd eljátszani valamit, akkor így a játék egy idő után nem engedi el. Talán én nekem ez az első, amit így kiragadnék, de majd nyilván elmegyünk a párkapcsolati utakra is. Én is abszolút ezt tudnám kiemelni, amit te is hangsúlyoztál, hogy a szerepek mennyire átrendezik az amúgy hát harmonikus, vagy legalábbis harmonikusnak tűnő párkapcsolati rendszert. Szóval itt két ember, aki ismeri egymást, eljátszik két idegen szerepet, ami megkérdőjelezhető majd, hogy mennyire idegen tőlük, szóval erről biztos, hogy fogunk beszélgetni, hogy amit eljátszanak, az valóban csak egy szerepe, vagy hogy amúgy az a belső vágyuk kiteljesedése, egy kiszervezése egy külső szerepbe. De nagyon-nagyon érdekes látni, hogy mennyire át tudja írni a szerep az eredeti viszonyokat, és hogy a végére egy olyan pontra jutunk el, ahonnan az előző novella, tehát előző novella volt a Tetsien novella, igen, amiben én már pozitív végkifejletet sejtettem, na itt egyáltalán nem fejtek pozitív végkifejletet, szóval én ezt tudnám kiemelni. Igen, szerintem ami itt nagyon nehéz, vagy nagyon engem nagyon megszólított, ilyen saját életből vett
példák kapcsán ez az ilyen hasítottság. Nekem így főleg a régi kapcsolataimra volt nagyon jellemző ez a rossz működés, amivel szerintem itt mindkét karakter küzd, hogy hát, hogy ő belemerevettek egy szerepbe, ahogyan az előző novellánkban is a matematikus nő, ugye csak matematikus nő volt, itt ez a szendelány, ő csak szendelány, és egyszerűen nem tud a hétköznapokban kilépni ebből a szerepből, és ezt az ilyen ledér vagy kacér női énjét, az teljesen elfojtja magában, és ez most ilyen elementáris erővel így kibukott, és hogy a másik férje, a férfi pedig így, ő így ebbe a szerepbe szeretett vele, ebbe a szendelányba, és képtelen elfogadni, hogy ez a lány másmilyen is tud lenni, és ez is egy ilyen nagyon veszélyes dolog, amikor így valakivel így, nem tudom, így összejövünk, vagy így barátságot, vagy ilyen, nem tudom, ilyen szerelmet kötünk, ez nem hülye kifejezés, de hogy, és nem is csak vele kötünk, hanem csak egy szeretével, tehát én csak akkor szeretlek téged, hogyha nem tudom, mindig vidám vagy, energikus, és mindig jó kedved elítesz, hogyha nem tudom, szomorú vagy, és álmos, akkor inkább hagyjuk az egészet, és akkor találkozunk majd akkor, amikor újra olyan leszel, amilyennek szeretlek, és ugye az egész embert azt nem szeretjük igazán, és szerintem ez egy ilyen gyakori dolog, én ezt főleg így kamaszkoromban éltem meg, ilyen nagyon-nagyon kritikusan, hogy így nagyon volt egy idealizált képem így lányokról, és én azt a képet vártam el, és hogyha valami elütött ettől a képtől, akkor én egyszerűen csak így hát egy ilyen frusztrációt éreztem, amilyen frusztrációt érzett itt a főszereplő is. Igen, tehát igen, itt kétféle dualizmus is megjelenik szerintem, vagy legalább kettő, de aztán valószínűleg több is. Az egyik a szellem meg a test, ami a lélek meg a test, ugye ez többször említve is van, hogy igazából ő ez a lány nem volt barátságban a testével, a férfi pedig őt mint egy ilyen lelki társat szerette, de hogy igazából ő se, neki sem volt így hozzáférése ez a testi nőhöz. Tehát, hogy valójában amikor szeretkeztek, akkor ő valószínűleg nem, és ő le is írja, hogy ő nem úgy látta őt, mint mondjuk egy éjszakás kalandnak az élménye lehet, hanem csak így ez így megtörtént, mert a kapcsolat része, és hogy ez az egyik dualizmus, ami szerintem itt feszül. A másik, ami nekem eszembe jutott még így a mű alapján, az pedig a tipikus jungi persona meg árnyék személyiség, és hogy amikor persona van, a persona az végül is egy szerepkollekció, és hogy igazából a persona, amit nem tartalmaz a persona, az szorul az árnyékba. Tehát az vannak a komplexusaink, dolgok, amikhez nem annyira vagyunk biztosak benne, vagy bizonyosak benne, és hogy végül is ennél a nőnél az árnyékba került ez a kacérság, ez a ledérség, és hogy igazából nekem még az jutott eszembe, hogy ugye a Jung azt szokta volt mondani, de hogy ez volt az ő megfejtése, hogy igazából integrálni kell magunkba ezt az árnyékot, tehát hogy annak tudatában kell élnünk, hogy amúgy képesek vagyunk azok is lenni, amik így nagyon távol állnak a mi értéklendünktől, meg világképünktől, és én azt látom, hogy amúgy ez a párkapcsolatban is rohadtul fontos, hogy neked együtt kell élni nem csak a saját árnyékoddal, hanem a párodának választott ember árnyékát is meg kell tanulni integrálni. Tehát, hogy valójában ez egy ilyen kettős folyamat, hogy a saját integrádat meg a párodnak, árnyékodat integrálni, de hát, hogy a sajátodat és a párod árnyékát is integrálnak. Szerintem még ez talán nehezebb is a párod. Hát valószínűleg nehezebb, mert az nem te vagy, tehát nem vagy annyira, egyrészt nem látsz annyira közvetlenül rá, meg nem vagy annyira megbocsájtott talán egy ilyen helyzetben, mert azért mégiscsak egy idegen ember, és végül is basszus, ez a legparább, hogy ennek az útnak a végére ők tényleg úgy ülhetnek ott egymás mellett, vagy úgy feküdhetnek ott egymás mellett, hogy azt is én nem is ismerem ezt az embert. Tehát, hogy van egy ilyen élmény, hogyha valakivel nagyon sokáig együtt élsz, hogy mindent tudsz róla, de egy ilyen akár így le is döntheti az egészet, hogy ő egy idegen, mi közön van hozzá. Igen, mert láttál egy olyan magatartási mintát, ami az eddigi, hogy mondjam, cselekvéseitől, meg szokásaitól, meg személyiségétől teljesen előtt, de igazából mindvégig az ő személyiségének immanens része volt, de most, hogy így egy szerepbe kiszervezték mind a ketten, és ezért ez így láthatóvá vált, így tényleg az lehet, hogy így egy arcot látsz, amit bár ismersz, de hogy az arc mögötti szemét valójában mégse. Vagy én azt hiszem, hogy ez talán egy ilyen általános párkapcsolati pillanat lehet, vagy én azt gondolom, hogy ilyen szokott lenni, hogy már így nem tudom így több mint egy éve együtt vagytok, és aztán történik valami, ami a legrosszabbat hozza ki a másikból, és aztán úgy tekintesz rá, hogy úristen, ki ez az ember? Mm. Tehát, hogy én nagyon nem erre szerződtem az elején, és hogy innen tovább jutni, ugye ennek a párnak is csak az első napja vagyunk a nyaralásnak, de lehet, hogy még a besztercebányai fagyizó az így összehozza őket, vagy én nem tudom, a Magas Tátra szépségei, de a friss hegyi levegő. Az biztos, hát ha így
így van ebből visszaút, de ezért nagyon nehéz ez, főleg, hogy ők azért nagyon merevek voltak benne ebben, és ami nekem különös volt, hogy a lány azért irigyelte ezt a dolgot. Tehát, hogy olyan furcsa volt nekem, hogy bár a lány tényleg egy hitelesen egy szent ember volt, és hogy így szorongott a saját testében. Olyan nagyon találó szerintem, amikor megjelentek a mellei, akkor bűntudata volt, mert dühös volt szerintem azokra az emberekre, hogy bűntudata. Akik ugye nézik a mellét, mert hogy ez csak egy embernek akarta. Tehát annyira egy ilyen monogámiára nevelt ember volt, de hogy belül meg mégis hát irigyelte ezeket a kacérnőket, akikkel a férfinek eddig dolga volt, és mint hogyha lett volna egy ilyen egyébként is egy ilyen félrekommunikálás, hogy neki nem esett, hogy egyébként vele éppen azért vannak, mert hogy ő nem ilyen. Szóval itt nagyon-nagyon sok minden félre csúszott ebben a dologban. És a férfinak az árnyék ényét, azt hogyan definiálnátok? Ő neki mi volt az, ami a rendes hétköznapi életben nem ütközött ki, viszont amikor egy szerepet játszott, akkor kiütközött a erőszakosság? Hát az biztos, igen. Valamennyire ez a kontroll, ami megjelent szerintem ilyen, vagy nekem, de ilyen szóval nekem volt egy ilyen megérésem, hogy ez undorító volt, amit ott a végén csinált valamit. Tehát, hogy igen, neki ez volt az árnyék, hogy ilyen rohadt, milyen, volt benne egy nagy kegyetlenség, vagy ilyen szadizmus, vagy hogy így, amikor már látta benne a kurvát, kvázi, akkor igazából ő mondta is, hogy ő az ilyen lányokat gyűlöli belül, vagy hát így az volt a belső monóba, és hogy ez akkor ilyeneket megtenne ezekkel a nőkkel, akiket gyűlöl, tehát, hogy így tényleg ráparancsolt. Nem lehet, hogy az, hogy ő talán így volt a novellában, hogy most már a testet látta benne, és hogy mégis megkívánta az testet, és hogy ő eddig úgy gondolt, hogy ő anélkül nem. Aha. Igen, nekem meg az is... A nő interpretációjában pedig a férfi olyan volt, aki azért nem tudom, vagy irigykedett, vagy ő más nő. Igen, igen. Szóval nekem egy kicsit így... Nekem az nekem tökre úgy tűnik, mintha amúgy férfi nem lett volna olyan, ami ennek a nő gondolta. Igen. Tehát, hogy neki lett volna egy olyan megélése a férfival kapcsolatban, hogy az a nő csábász. Igen, igen. A végén egyértelműen le van írva, hogy ő kurvával még nem volt valójában. Igen, igen, hogy nem tudom hány ilyen szajhával, és amikor pedig így lát egy szajhát, és azért most így azért el tudjuk képzelni, hogy ez a nő, amikor így eljátsza ezt a szajha szerepet, az mennyire egy szajha. Szóval én azt gondolom, hogy egy ilyen, nem tudom, egy level 5-ös sárkányról beszélünk most így a skálán. És hogy így leblokkol, és hogy nem tud vele mit kezdeni, és hogy szerintem ebből is fakadt a tühe, hogy szóval, hogy amit ő eljátszott, azt szerintem amúgy nem ő volt hitelesen, tehát ő nem egy vadállat, és a nő mégis egy vadállatnak nézte be, és tök fordítva történt. Igen, de tudod, mi az érdekes, hogy teljesen keresztirányúak a dolgok, ami a csávónak a valósága, ő azt kereste a lányban, ami a nőnek a valósága, ő azt látta a férfiban. Igen, igen, szóval, igen, igen. Hogy a nőcsábászt látta a férfiban, de igazából ő a vad. Igen, igen, igen. Igen, projektált a valójában. És ugye a csávó valójában egy ilyen szendeszűz, és hogy azt kereste a csajban, de a csaj nem az. Igen. Szóval itt teljesen... Kiprojektáltam az árnyékát, vagy azt, ami akart lenni. Úristen, tényleg. Ez nagyon kemény. Az árnyékát projektált a másik. Igen, 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 mert hogy valójában a lány nem egy szendeszűz, de a srác igen, így belül. És hogy ha leásunk a mélyére, akkor a fiúban megtaláljuk a lányt, a lányban pedig megtaláljuk a fiút, mert ez ilyen elképzelt képeket. Ez erős. És hogy hát igen, igen, és ez a düh, ami a férfiban előtört, az azt gondolom, hogy ennek szólt, hogy hát ő nem ilyen valójában. Tehát hogy hiába gondolom, hogy én azt képzelem, hogy ő megérhetett ebben egy ilyen inkompetenciát is, hogy most így a nő biztos azt állja, hogy majd ő így hogy fel. Ugye beszéltünk arról, hogy kicsalódott magával, és hogy milyen élmény az, amikor lerombolódik az az oszlop, amiről... Oszlop, igen. Ez egy oszloprombolós pillanat van. Az biztos. És őt lehet, hogy amúgy ez a csávó sem volt tisztában, hanem hogy ő azt gondolta magáról, hogy egy olyan simán férfi, elbánna egy ilyen nővel. Aki el tudna bánni egy ilyen nővel, és akkor ott szerintem az asztaltáncoltatásnál, sőt, már maga az, hogy az asztaltáncoltatás bejött, tehát ez mennyire egy ilyen teátrális semmire kellő pillanat, már ott az volt, hogy ő amúgy kénytelen, képtelen együtt lenni egy ilyen nővel, és hogy megborulnak az erőviszonyok. De írta is, hogy nem is tudja, hogy mit kell csinálni, és ezért küldte fel az asztalra. Igen, 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 igen. Meg hogy úgy indulunk, hogy a férfi az atyáskodó, meg aki tudod, így beletolja az ilyen stoppoló szerepbe a lányt, hogy így benzint szerezzen, meg ilyesmi, és a végén eljutunk oda, hogy így ott áll mesztelen előtte a nő, és hogy ő meg így hát nem tud ezzel a helyzettel mit kezdeni. Tehát meg is billent az erőegyensúly. Fú,
De akkor ez messze visz, mert igazából akkor itt a pasi nem is a nőben meg a szajhában csalódott, hanem önmagában, és önmagának ez a... Hát a saját magabadságában. Vagy a saját maszkulinitásában, vagy akármi, vagy a saját férfiségében, vagy nem, valahol ez én is. Én amúgy ezt látom ebben, hogy ő szerintem azért zavar, mert hogy erről szintén a stúdión kívüli beszélgetések, szóval hogy beszélgettünk arról, hogy az, hogyha nem tudom, meglátod a másikban a szajhát vagy a vadállatot, tehát ez az ilyen nagyon testi lényét a másiknak, az így igazából egy teljesen természetes dolog, ez mindannyiunkban ott van, tök okés, hogy nem tudom, minden nő tud így viselkedni, mert minden férfi tud így viselkedni, és ez így az emberi szexuális viselkedésnek egy variánsa, szóval hogy ezt így érdemes inkább így elfogadni, mint sem küzdeni ellene. És amikor így a férfi ugye meglátja benne a szajhát, szerintem ő akkor döbben rá, hogy benne viszont kevés ilyen van. Tehát, hogy ő tényleg hogy ő nem egy macsó ember. De végre eljut arra a pontra. Hát el tudja játszani, igen, az biztos. Mert azért így, ahogy így lekapta a nőt az asztalról, abban azért már... Igen, de hogy nekem... De nem ott csalódik igazán magában? Aha. Mert ahogy ti mondtátok, hogy szerintem a maszkulinitásban csalódik, de szerintem igazából akkor csalódik szerintem magában az ágyban, amikor nem. Ez megtörtént. Aha. De most már azt is értem, hogy ugye két pont van, amikor valaki abba akar adni a játékot, az egyik még korán, amikor a férfi akar abba adni, még szinte semmi nincs beáldozva, szóval könnyen abba lehetett valami, de a csaj meg nem akarja, és itt meg a férfi nem akarja, pedig már a csaj már sír. És hogy igazából nem az van, hogy amikor valaki nem akarja abba hagyni, akkor igazából azért nem akarja, mert valójában önmagát most nem akar, tehát inkább egy szerepet akarna, mint önmagát, vagy hogy mondjam ezt, hogy a csávó végén csalódik önmagába, ezért inkább a szerepben marad, csak hogy ne kelljen magával szembesülnie ebben a helyzetben. És ezért inkább még jobban ráteker a szerepre. Míg az elején meg a csaj marad a szerepben, mert még nagyon élvezi, hogy most először így kinyílik neki ez a világ. De igazából igen, ebben abban a helyzetekben épp, hogy a másik nem akarja a játékot, és hogy a csávó meg már akkor is, már ott azért nem akarja a játékot, mert valójában nem fog tudni mit kezdeni egy ilyen... Tehát, ő akkor érezte, hogy ez nem fog menni. Ő nem akar itt most elcsábítani egy stoppos lányt, igazából. Hát, ő nem egy ilyen. Igen, hagyjuk. De ez egész egy hazugság volt. Igen, de az a nagy bűn, hogy a végén ugye mind a ketten már az árnyék személyiség kijutnak szerintem. Igen. És hogy mivel ott történik meg az aktus, ezért kvázi megcsalják egyrészt magukat is, az eredeti személyiségüket, vagy amit a mindennapokban használnak, vagy élnek, és a másikat is azáltal, hogy egy olyan emberrel feküdtek le, aki szintén az árnyék személyiségében van jelenleg. De akkor ez a szerinted a végén ez egy megcsalás. Hát így tehát fizikai értelemben nem az, de hogy ők úgy fogják ezt megélni, igen. Hát igen, de hogyha most visszautalunk a Shirley Jacksonra, ugye... Vagy lehet, hogy azért, mert mind a ketten árnyék személyiségben voltak, ezért nem? Igen, mert hogy technikailag te nem csaltál meg semmit, mert te ott se voltál. Senki nem volt. Igen. Basszus, értem. Tehát, hogy itt két külön entitás. Igen, még az előzőn azt akartam kifűzni, csak közben elvesztem a gondolatban, hogy szerintem azért is lehetett nagyon dühös ez a férfi, mert hogy szerintem azért jött össze ezzel a lányjal, mert biztos volt abban, hogy őt meg tudja tartani. Mert hogy amúgy ő nem egy tehetséges macsó csávó. És hogy... Hát igen. Hogy ez, és hogy amikor ráeszmélt arra, hogy ebben a nőben amúgy mennyire nagy nőiség van, ami persze azért az is hozzájárult, hogy ennyire kacér lett ez a nő, hogy ő rendesen elfojtotta ezt az énjét, és ez tényleg mint egy vulkán, ez így kirobbant. Hát ezek után már nem fogja elküldeni izért, benzinért stoppolni. Ezt akartam. Hogyha együtt maradnának. Mert hogy ő egy olyan nő, akit el lehet küldeni stoppolni a benzinért, igen. Mert tudod, hogy úgy se fog félrelépni. Igen. Mert hát ő valójában arra se lenne képes, hogy levetkőzzön egy másik férfi előtt, és itt meg így kiderül, hogy de bőven képes erre. Ja. Hát ez nagyon nyomorúságos, azt hiszem. Meg akartam még említeni ennek a freudista vonalatát, mert szerintem az is érdekes, hogy a Freud ugye mit gondol erről a típusú férfiről, hogy ő ezt úgy nevezte, hogy Madonna a kurva a komplexus, hogy ugye van a Madonna karakter, meg a kurva, és hogy igazából az van, hogy aki ilyen férfi, akkor az jellemző, hogy így nagyon szétosztva látja a világot, hogy vannak kurvák, meg vannak szentek, és hogy igazából ő a szentekhez vonzódik, de hogy ebbe nyilván Freudról beszélünk, hogy ebbe az van, hogy így az anyukád az egy szent, és hogy ő nevelget téged, és hogy igazából amikor később egy újabb kötődési szemét magad mellé kerül, tehát a te szerelmed, akkor ugye abban valahol az anyakapcsolat is benne van, tehát hogy
hogy igazából oda azokat az erőket így projektáljuk, és hogy amikor ez a szerelem, vagy ez a kötődési személyed nagyon csábítóan viselkedik, akkor valahol azt éled meg, hogy az anyád is egy kurva, és hogy ezzel én nem akarsz szembesülni, úgyhogy inkább legyen ő is egy szent, és hogy inkább maradjon az egész a régiben, vagy nem is tudom. Igen, meg hát ez egy gyakori párkapcsolati probléma, szerintem, hogyha valaki gyereket szül egy kapcsolatban, mert nyilvánvalóan a nő, vagy technikailag még így ott tartunk, hogy ez így a nő végzi el azt a ez annyira nem PC kurzus, hogy ilyenek aggódjál, hogy ezt most ez a mi műsorunk, tudod? Igen. Ezt mi rakjuk föl? Nem vágja meg senki, csak mi. Hogyha ezt így 50 évvel később hallgatnák, hogy mi még ott tartunk, hogy ez mi mindenképpen a nő lesz a kapcsolatban, de hogy ő ugye belekerül egy anyaszerepbe, és hogy nagyon sokan bele tudnak merevedni ebbe az anyaszerepbe, tehát hogy ez most nyilván egy nagyon nehéz dolog, meg ezerféle komplex módon meg lehet közelíteni, de így szerintem mindenkinek van olyan élménye, hogy valaki így nem tudom, megszül egy gyereket, és úgy rendesen anyává válik. Majd, tudod, ez ilyen Sobert Norbi vibe-okat a Sobert Norbi biztos azt mondta volna, hogy... Igen, pont ezt akartam elkerülni. Így értem, de hogy azért szerintem így, tehát, hogy így, hogy jó, rengeteget veszít a nőiesség. Hát az anya archetípusát. Ne, hát mondjad ki, mit mondott a Norbi, azt mondta, hogy... Gyöngyő lépteket mondott. De hogy én nem ezt gondolom, csak hogy ez az ilyen... Jó, tehát igen, a Norvának nem volt igaza, de valahol valamire ráérzett, de nem tudta normálisan kifejezni magát. Most nem akarom mosdatni a Norvit, de hogy anyává válik, viszont akkor ott elveszik az a része. Valamennyit a nőiségbe. Igen, és egyébként erre a statisztikák is igazolják, hogy a leggyakoribb megcsalás az pont ekkor van az első gyerek környékén, vagy után éppen. Vagy a másik, mert az is szokott lenni, hogy így a férfi hiába, tehát a nő hiába próbálkozik, így a férfi már nem látja a nőt a feleségében, hanem ő is csak úgy látja, hogy ő az anya. És hogy itt igazából mindkét félnek így dolgoznia kell azon, hogy így a másikban meg ne csak a szülőt lássák, hanem persze a nőnek sokkal nehezebb ezt. És ugye ez rohadnyomorúságos, mert amúgy nálunk is otthon például, amikor kicsi voltam, vagy szinte lehet, hogy mi most is ez még nyomorúságosabb, hogy így anyúzza egymást, anyú. Na hát igen. Anyú, minden jön anyú, de hogy így, de az az én anyukám. Igen, ez nagyon furcsa, meg tudod, ez az apjuk mondta. Hát igen. Ez ilyen egészen furcsa dolog. Ja. Ádám kiszakadt a magasságból egy pillanat. Igen, ez kemény. Ezt akkor ilyen általános tanácsként mondjuk, hogy okoztál. Igen, szerintem ez nem az, meg nagyon izgalmas egyébként, hogy ki hogy szólít ki. Nekem van olyan barátom, aki az anyukáját azt a keresztnevén szólítja. Fú, tehát azt mondja, hogy Mesi. És hogy nekem ez is távol állt vele, mint a másik. Azt mondom, hogy szerintem ez sem jó, mert hogy ő ezt már azt hiszem, hogy ilyen alsós kora óta csinálja, és egy nagyon jó, ez inkább már ilyen személyes dolog, a lényeg az, hogy ennek szerintem egy többlet jelentése van, hogyha neked ő már nem anya, hanem egy női név, szóval, hogy de már mondjuk a mérőkönyve az volt, hogy... Peterson mondja, fogalmazunk pontosan, tehát mindig nevezünk azoknak. Jó, de a mérőkönyve például volt az, hogy ennek nem tulajdonított nagy jelentőséget. Igen. Hát lehet, hogy ott pont egy kivétel volt. Én azt gondolom, hogy én sok ilyenben azért látok egy olyan dolgot, ami azért így elmond valamit. Én a feleségemet igyekszem a nevén nevezni a gyermekének. Ádám Nénak. Igen. A Né. De ez a Né is olyan, hogy igen, hogy valamilyen szerepet be így felolvadsz. Igen, tehát hogy nem te, mint individuum beolvadsz valami másban. Vagy az anyaságban, vagy a nénségben, vagy hát a... Igen, ezt tudjuk ajánlani az önkényesnek a Irosvain és kis szösszenetét. Igen. Úgyhogy arról van szó, hogy az anyuka a lányának küldött egy ilyen, hát ez a dalcsokor, vagy nem is tudom, kívánságkosár dalcsokor, mindegy. Duna TV-s műsorban egy számot, és küldte lányának, Ilosvai nénak. Úgyhogy ő volt a Szabó Jánosné. És itt senkiről nem derült ki, hogy kicsoda, itt egy né küldte, a lányának az kiderült, aki szintén né, de hogy így annyira elengedte. A két gazda. Tehát, hogy melyik háztájba küldöd el egyikben. Nagyon kemény. Ez egy kikopó félbe lévő szokás, de amúgy ez egy nagyon jó, hogy ez így eltűnik. Tehát ennek annyi volt, hogy
a kapcsolatotok, azt szeretnétek a nevetekben kifejezni, azért annyival igényesebb megoldások vannak, azt lehet kapcsolni. Azt hiszem, a menü az vagy hogy tényleg szeretnéd, mert nem tetszik a saját neved, mert azért vannak tényleg nagyon gáz nevek is, amiket így az ember már nem akar hordani. Szeretném. De ennek ilyen szimbolikus jelentésége is van, hogy ki hogy viszonyul a családjához. Tehát szerintem úgy a neveknek amúgy lélektanilag nagy jelentősége azt van. Tehát, hogy az, hogy mondjuk én szeretem a családnevemet, és nem tudom, nőként úgy veszem fel, hogy nem tudom, valamilyen né, és akkor a teljes nevem, mert hogy nekem az fontos. De mondjuk valaki azt mondja, hogy ő inkább megválna ettől a névtől, és felvenni a férjének a nevét. Igen, hogy... de fölveheti úgy is, mondjuk né nélkül, szóval egy tök ízléses dolog. Mert hát abban van egy ilyen, hogy üdv a családban. Mert hogy te nem csak egy ilyen beszivárú vagy egy né, hanem hogy te teljes joggal így köztünk vagy. Igen, igen. Tehát lehet az, hogy mondjuk valaki Kovácsné Szabó Tíma, vagy Kovács Szabó Tíma. Igen. És mennyivel így, és mennyit, óriási dolgok vannak erre. Akár Kovács Tíma is lehet, tehát még az is sokkal jobb, mint a Kovács. Igen, mert az egyik azt jelenti, hogy te a valakinek a valami tulajdona vagy, a másik meg azt jelenti, hogy te a család része vagy, és a része vagy, meg a tulajdona vagy, nem ugyanaz. Igen, igen, igen. Igen, kis intermezzo. Igen, kis intermezzo. Igen, novellára még... visszatérve nektek még van valami gondolatotok ezzel a cselekmény kapcsán? Én engem az érdekelne, hogy ti a legvégét hogy látjátok még. Ja, szerintem is szakítás a vége. Én nem, hát ez rohadt kínos 10 nap, vagy nem tudom, 7 nap. 13. Én 13. Én még azon gondolom, hogy 13-nak van-e valamilyen jelentősége. Hát bal szerencsés. Igen. Azon kívül nem tudom, de hát nagyon kínos lesz, és hát igazából már a következő reggel nagyon kínos lesz, tehát hogy így hogy ezt még látjuk, mert nem emlékszem erre a reggel. Hát csak hogy meg, végül nagy nehezen a férfi megvigasztalja a nőt, miután ott sír mellette. Ja, igen. De hogy együtt éreznie már képtelen vele. De hát, ja, na, ott és meg az együtt. Igen, és hogy ez az atyáskodó szerep, amit ő ugye felvett, vagy sőt, amiben ő volt az elején, hogy ő mindig így törődött ezzel a nővel, az mintha így elveszett volna kézen közön ebben a játékban. Mondta, hogy ilyen nagyon távol kellett megkeresni az együttérzést. Hát az biztos, hogy mindkettőjüknek van egy deficit, ami lehet, hogy most ezáltal előtérbe került, vagy hogy nem tudom, azért a nő már volt utalás, hogy furának tartotta, hogy ő nem mer beszélni például arról, hogy WC-re megy, és hogy így ezt azért megélte, de hogy talán most azt is megéri, hogy itt valami nagyon nincs rendben, úgyhogy én továbbra is az önismereti kártyát így raknám, és javasolnék egy pszichológust legalább. A keleti blokk a 1969-ben. Na jó, hát jó. Csehországban. Jó, de most na. Na, Szlovákiában voltunk. Na tényleg. De hogyha valami hasonló megtörténne, ami ma a napjaimban, akkor ezt például javaslom. Az Csehszlovákiában. Igen. De teljes történelmi korrektség érdekében. De ugyanakkor meg szerintem az is jó. Vagy hogy na, én mindig azt látom, hogy ilyen szempontból a Ericssoni krízis, amiért már tényleg fülünk a jöhet ki, de még mindig van, mondjuk. És ez azért is van, mert hogy ott is ugye úgy fogjuk fel a krízist, hogy a krízis nem baj. A krízis egy fejlődési lehetőség, és hogy itt szerintem ez tök fontos, hogy ez... akár jól is ki lehet jönni kapcsolat szempontból. Nem tudom, hogy olyan a kapcsolat túlélheti-e, de az biztos, hogy mondjuk a csávó azt, hogy megélte, hogy ő ebben mennyire szar, és ebben lett egy krízisre mondjuk a férfiasságában, az lehet, hogy előre mozdít egy fejlődést benne, hogy akkor ezen dolgozni kell, vagy hogy így én úgy gondolom, hogy ami kijött belőle, az viszont az nem egy természetes árnyék volt, hanem neki is, tehát az a vad férfiasság, az nagyon ilyen művi volt. Szóval lehet, hogy neki azt kell megtanulni, hogy ezt hogy élheti meg kevésbé destruktív módon, és nem azért éli meg ezt, mert hogy így izomból dühös, hanem mert hogy ez így benne van, és így fel tudja hozni, hogyha... Ez is szép, igen. Kell. Igen. De az abszolút szerintem ez, mint minden krízis, ez is egy... tehát akár egy ilyen pozitív sztori is ki lehet... Egy fejlődési lehetőség. Igen, a nő jobban lesz a testével a végén, és így kimeri majd mondani azt, hogy pisilnie kell, vagy nem szégyelli azt, hogy vannak mellei, tehát azért ezek így egészen fontos dolgok. Hát ja, ez a jó, hogy mondjuk, hogy ez a könyv 69-ben jött ki, úgyhogy máshol már egészen nagy partik voltak azért. Tényleg, amúgy én ezt akartam mondani, ez tök érdekes, hogy szimbolikusan mindenképp izgalmas, hogy pont a szexuális forradalom hajnalában kijön ez a mű is, ami egészen ilyen, pont erről szól, hogy így eddig úgy tekintettünk a nőkre, mint szűzek, akik csak, nem tudom, adott körülmények között élhetik ki a szexualitást, de hogy most akkor törjön ki a kurva. Igen, sőt, ennek az elbeszéléskötetnek a végén egy olyan
elbeszélés van, ahol van egy férfi, akinek tetszik egy nő, szintén kommunizmusban vagyunk, aki jár templomban, mármint hogy a nő. Tehát a csávó bekamúzza, hogy ő is hívő, hogy így tudjon menni templomba, és hogy felszedhesse a csajt, aki ugye nem akar vele lefeküdni, így érthető módon. És azt megneszelik a munkahelyén, és ilyen rapportra hívják a csávót, és kirendelnek egy ilyen pártitkárnőt, hogy így meg rendszabályozza meg. A pártitkárnő meg beleszeret a csávóba, és kamuból ő is elkezdi titokban nyomni azt, hogy ő hívő. És ne. Hogy egy ilyen, és hogy az, hogy az egész sztori odafut ki, hogy minden érvényét veszti így a mai korban, szóval van egy ilyen, minden kiüresedik, semmi mögött nincs fedezet, senki nem hisz valami. De mindenki nagyon szerelmes. Igen, de mindenki nagyon szerelmes. És az egészben van egy ilyen nevetséges él. Hát ez azért nagyon érdekes, amúgy tényleg ez, hogy így mennyi mindent az ember meg tud tenni azért, hogy nőhöz jusson, vagy férfihez, ez ugye a önkényes mérvadónak ajánljuk a nőhöz jutás méltósága, férfihez jutás méltósága, de hogy tényleg ilyen elképesztő dolgokat meg tudsz tenni. Sőt, ha még spoilerezhetek, itt a keresztény lány, akiből elindul a sztori, ő végül, hogyha jól emlékszem, lefekszik a férfival, és a férfi ott áll, hogy van egy kommunista nő, aki feladta a kommunizmusát, és elkezdett kereszténykedni, hogy lefeküdhessen vele. Van egy katolikus nő, aki feladta a katolikusságát, hogy együtt legyenek, és ezért így feláldozta a szüzességét. Meg van ő, hogy így mindkettőt bekamuszta, és hogy itt valójában mindenki hazudik ebben az egész társadalomban. Két nőnek kéne összejönni. Az már 21. századi folytatás, 2020-as, igen. Szép. Kinek ajánlanátok ezt a könyvet? Jó kérdés. Én egészen biztosan tudom, hogy kinek ajánlanám. Na. Én az Artevia YouTube csatorna youtuberének, ugye Mirjamnak, akinek már nem tudom, hogyha valaki fókuszcsoportot követ, vagy magát Mirjamot követi, akkor biztosan, hogy a Papi Frankó YouTube csatornát akkor találkozhattak vele. Szerintem ő sokat beszél szűziességről és testkérdésről, és tökre érdekel, hogy ő hogyan viszonyul ehhez a kérdéshez, hogy a nők testhez való viszonyához. Szerintem ez egy izgalmas lenne egy keresztény nézőpontból ránézni erre, mert szerintem nagyon sok ilyen bűntudat érzés, az így összefügghet ilyen dolgokkal, de hát ha majd Mirjam eljön hozzánk vendégnek, akkor ezt majd megbeszéljük vele. Én ennek a másik oldalát ajánlanám, én a Woody Allennek ajánlanám, aki viszont szerintem ennek egy egészen... Szerintem Woodmannek. Pierre Woodmannek. Hát egy egészen másik gondolat. Ez a Woody Allennek, aki tehát szerintem ezek a témák egész életében mozgattak és foglalkoztattak, és hát mondjuk egy karriert épített arra, hogy ezekről filmet csináljon, szóval szerintem neki tetszene. Fú, én nem tudom, hogy kinek ajánljam igazából. Aki eszembe jutott, de teljesen nincs okom rá, csak én intuitíven én a Kobinak azért megmutatnám ezt. Hogy nem tudom, csak mit reagálna, vagy hogy így nálunk is mondta, hogy hogy ennek a szexedukációnak is nagy testője. Esetleg a blogjában, a kocsiban esetleg beszélhetne erről. Minden esetre, ja, hogy csak egy kicsit hazabeszéljek, illetve még egy hazabeszélés. Haza, ha valaki... haza. Neked a Kovi a haza. Nem, de hogy már volt. Nem, de most a reklám... Egy ölelő kebel, ahol mindig hazatekeredsz. Nem így értettem, hanem hogy reklámozzuk a saját részünket is, illetve hogy a saját stúdiónkat is, ugyanis pont említetted Mirjamot, és hát az Eper Rádió vendége is volt Mirjam, úgyhogy ha valaki valaha Mirjamtól meghallgatna még valakit pont ismeri, akkor az Eper Rádióra is nyugodtan rákattinthat. Na hát, gondoltam, hogy Epert az bepromosztuk. Bepromosztuk. Ja, meg a Kovis adásunkat is hallgassátok meg, ha még nem tettétek. Ja. Hát igen, ez volt már a szabad polc, van valakinek még esetleg. Igen, hogy ez most egy speciális helyzet, mert most épp fordulunk egy négyes, tehát most újra mind a négyünk fog ajánlani egy-egy új novellát, úgyhogy nem tudjuk még, hogy... Vagy novellát, vagy könyvet, vagy és jön egy nagyon érdekes könyv szerintem. Te jóságos. Igen, vagy ez az már kinn is van, ki tudja. Nem szerintem még jön, igen, nem? Igen, szerintem most így a következetes posztolásunk és feltöltésünket a nyáron azt is sikerült lelepleznünk. Valami lesz, ez egészen biztos. Még azt már olvasom. Igen. Az biztos, hogy tudjuk mondani, hogy lesz még szabad polc, szinte biztosan ebben igen, az évben. Ennyit tudunk állítani, azt igyekszünk tartani, és addig is szép nyarat neked, nektek, meg kitartást a meleghez. Neked? Igen. Nem, mint a Mirjam. Átvetted a Mirjam kommunikációját, ahogy ezt megtanultad, látom, sokat fejlődtél. Direkt be kell címezni az üzeneteket, mert egyből személyesen. Szép nyarat neked, te kis pupák, hogy mit szokott kicsi mondani? Muki. Kicsi muki. Jó van, te kis mikkamakkal, mindenkinek jó nyarat kívánunk, és sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.